Jó napot, jó napot, jó napot, szevasztok, chat, üdv, üdv, cső, cici, cici, cső, cici. No, hol vagyunk? Itt vagyunk, olyan furcsa is a stream. Na, szevasztok, srácok, üdv. Srácok, a mai nap úgy fog kinézni, hát a cím az nem véletlen, én ezt az Ikarit, ezt rohadjak meg, kiteszem. Nem azért, mert annyira szeretem a tagot, ilyen semleges a forma, viszont hát Hyper linket ad a Messinek, ami nem egy utolsó szempont. Megnézzük, kitesszük, mély ne. Elvileg amúgy eléggé beast, úgyhogy ja, a 7 Rivals match-et azt beleverjük. Jó, Oksa, let's go. Mauro! Amúgy én sokat várok ettől a kártyától. Na, remélem így fogsz. Amúgy, á, de jó, meg van csinálva a tetkója a faszinak. Már ezért megérte kiszedni. De adom. No, 8 van longshot, az kérdőjel lesz, hogy az ami lesz. Jó a curve, de nincs izé, a finesse. Az is kérdőjel. Long pass a fos, de hát ennek alapnak nem is kell long pass. Gyakorlatilag heading aggressive jumping zseni. 5-11-en mondjuk nem hiszem, hogy fog fejelgetni. Agi balance, az kérdőjel. Hát természetesen az engine durran is rá azon nyomba. Ezt meglátjuk, hogy mit megy a fiú. Ikádi nagyalok amúgy papíron tud fejelni, tetszetős. Hát csak nem hiszem, hogy egy ilyen, a fandákikat nem fel tudni megfejelni az ilyen magasabb védőket, szóval azt hiszem kuka. Titi amúgy már 1,8-ért eloszható, de egy darab szűz sincs. Hát a Toti alatt ez 1-5 alá is le fog esni, úgyhogy vagy kell nyitni egy Totit, és a Titit meg kell venni igazából, ez a terv hosszú távon. Hát srácok, ha már ennyien vagyunk, akkor aki nem tettem ilyen meg, nyomjatok már arra a követés gombra. Ha nem szeretsz, akkor is. Mert itt vagy és nem követsz, az mondjuk kicsit ilyen, érted? Én rosszul érezném magam a helyedben. De van az állítva, faszán, de van, hogy ne lenne beállítva. Na jó, hát akkor nézzük meg a szokásosat. Ugye itt van a Zozzer, az, nem a Zozzer itt van. Vagy a Coutinho játszott Camot? De most az Zozzer játszik Camot. Ja, mert ugye itt volt a izé, a Felipe, a yes, of course. Yes, oké. Okay. Ezeket gyors megcsem, azt akkor durranunk. Na nézzük. Hát elviekben fullos kör, fullos passing, 99 dribbling, 98 balance, 95 agility. Hát ez alap így, engine-nel, ez olyan, mint egy toclap, geci. Hát komolyan mondom, már ott vagyunk. Divízió, rivális, 2 win-re vagyunk a elite-től. Hát... nagyszerű, jó reggelit. Ami amúgy nem is az, de mindegy. És itt ezt kéne kivenni, hogyha ideig eljutunk esetleg. A holland ligás gyereket? A svédet? Kire gondolsz? Nem raktam ki. Azt nem raktam ki, ezt a faszit. No. Hát láttam már valaki az Ibrával linkelte meg egy ikonnal. Múltkor. Kettes... milyen cipő az? Az Icardinak, te hülye. Labda szerzés? Vagy vesztés? 1-0. Tehát akkor még egyszer. Necces lehet, jó. Van terület! Bű! Let's go! Jó, Oksa, nice. Jobb lába eddig jó lövés volt, nice. Hát, a szokásos ilyen 15 plusz kapura lövés az megvolt. Hát mondjuk ez bebaszta, tehát most... ezt most beütötte, érted? Ez jó volt. Ez jó, nem tudom. Ennyivel egy meccs alapján nem fog semmit sem mondani. A Patónál sokkal jobbnak érzem. De egyelőre ennyi, igazából. Ja, amúgy, ha ezt megnyerjük, akkor azt emelít, ugye? Jó, hyperlink, igen, az... hát gyakorlatilag van egy piros link, tehát egy sárga linkünk, ami eddig sárga volt, az lehet ezen túl majd piros. Hogyha úgy alakul. Nem álltottunk messz számot, csak mert én nem szosz! És? Úgy is van! Gyönyörű szép vagy, Icardi. Jó volt a mozdulat. Ezt már szeretem.
Az viszont nem lesz, talán. És beüti a másodikat. Hát mondjuk ezt inkább védőhibának mondanám. Vagy nem tudom, olyan fura volt, hogy a védő nem csinált az égvilágon semmit gyakorlatilag. Át egy hevén egy darab szar. Nem volt ez egy olyan hatalmas helyzet. Azt viszont my bad, ne roncsuk el. Így van. Hogy a Kanté az... Amúgy mondom, az emberek a Kantéval akarnak szervezni, amúgy az zseniális. Emberek többsége. Azért, mert a Kanté amúgy tényleg kurva jó ingame, azt hiszik, hogy amúgy passzolni is tud, hát azt nem. És lesz, igaz? Valszeg. No way! Júj! Jaj, ezt nem akarom megnézni lassítva, megnézzük. Ácsát. Figyeld a! Oda néz. Hú, az mi mozdulat! Jézusom! Hát ez... labdazsonglőrnek hívják a háta mögött. Tehát, hogy... micsoda? Hát, hogy ez egészen elképesztő. Hát, egy csodálom, hogy a Varane erre nem tudott mozdulni, hát erre is tudnék. Atya úristen, ez az új Icardi chat. Ez az új Icardi, geci. Ez az új Icardi. Ezt tudod, mi volt amúgy, amit nyomtam neki? Ez? Az a Neymar Villarreal, tudod? Azt akartam, hogy itt csinálok egy ilyen esernyőt magam körül, és ez helyett lett az, hogy mellkassal emelte át saját magát, ugye? Csak hát ebből ez lett, tehát hogy... Hát ebből ez lett. De még a labdának a mozgása is. És próbálom egy... tehát hogy ugyanolyan sebességgel pörgetni, figyelj. Néha beakad a labda, megáll, gyorsít, zseniális. FIFA 22, feel the game. Aha, neked akkor nem? Nem dobott az élet olyan sok jót, ahogy látom. Biztonság kedvéért mind a kettő brazil megvan neki. És? Icardi! Hát ez sem volt túl nehéz azért, azt megint meg kell, hogy mondjam. Férfiasan. Na, hogy az Icardi? Haló? Hát mondjuk ilyen tímmel, első gónál. Sok millió, ez annyira nem, ez megint sok millió. Wow. Oké, hát azért itt is megvannak a nagy ágyúk, de hát itt elitbe már valószínűleg nem fogunk ilyen, nem tudom, ilyen Antonio objektív lapokat látni. Hát amúgy, ha az Icardi fut, akkor az Icardit megütjük, és az Icardival beütjük, bassz meg, hát a medium skillek zseniális, hát csak mondani kell, hogy mit csináljon a főnök úr, azt megcsinálja. Nagyszerű. Nyögvenyelős. 1-0. Nem volt túl izgalmas meccs. De az Icardi megcsinálta. A Van Dijkon. Draga úram, nem hallottál te semmit meg az új gadokvarról, én valami olyasmit olvastam há szeptemberben, John, csak szomorú volt. Igen, Bálintom, köszi. Igen. Elvileg még mindig úgy van, hogy idén, és még mindig úgy van, hogy azért második felében, ilyen szeptember-októberre lőném be én is. Meg hidratálok? Cruyff, meg izé, meg hozé. Na gyerünk! Zozi! Balos! Volt az igazi. Az jó, Icardi, hát az be kell fejelítessom, mert ilyen 6 méterről gyakorlatilag senki nem zavartatja, a kapus se jön. Az ilyen elviekben egy ilyen kártyának ez ajtóablak. Icardi! Mauro! Gyönyörű vagy! Istenem! Így van. Icardi, gyönyörű szép. Mauro, gyönyörű volt, Getz, hát egyedül is.
megállja a helyét az Icardi, az ilyen egy az egyekbe is, egy a kettőkbe is igazából, mert ez az volt. Nice, jó, megvan a meccs. Az öreg Messi és az Icardi megcsinálta. És szóztuk 2-0-ról. És még megérdemelt is lett a vége, de még mennyire te jó ég. Na, hatodik, eddig 100-as mérleggel. Az geci nagy labda volt. Mauro, let's go! Tyú, mit osztotta Messi megint? Egyszerű. Unalmas, szutyok kimpen béddel. Á, geci, megint az ötödiket blokkolja az öreg kimpenbe. Az jó. Icardi! Fuck. Pedig az Icardi az nagyot ment megint. Amúgy zseni az a fasz. Jó, de egyre jobban tetszik amúgy. Egyre jobban tetszik. Konkrétan. Na jó, hát az előző meccs után mindig hiányzik kettővin. Icardi. Gyönyörű, szép vagy, geci. Adios. Így van. Kiraktad a Sterlinget, kiraktad a Nereszt, a Zülét is. Oké. Ugyanaz, mint az előbb. Szobd le magad. Ezt már jóval öpkált volna. Az viszont végre jó. Végre jó! Végre jó a szöglet! Auro, gyönyörű. Messi. Kilőttem volna pedig. Rossz belépő. Lap, utólagos. Nem is. Mi? Micsoda? Jól megy a game ma. Chat, jól megy ma, hála Isten. Nem, azért megnyertük a meccset, de azért ezt azért illik megnézni szerintem. Tehát, hogy ez azért kicsit kérdőjel. És mehet a klip is, jó? Na figyelj! Tehát. Jövök ilyen oldalról. Jön a becsúszás. Láb sehol. Ott akad meg, de igazából nem is akad meg, bazd meg. Tehát, hogy azt nézem, hogy a Züle telibe átlépi a taliszkát, érted? Tehát ott nem is történik kontakt, öreg. Mi a piros lap? Hát átugorja a lábamat. Ott az Züle lábával történik valami. Ott kicsit kifordul, de szerintem az nem a becsúszástól. Tehát nem is érint EA Sports. Be vagytok baszva? Nem értem. Mi a kontakt ezen? Itt a hasammal lehet elsodrom, oké, ott. Lehet, hogy amikor lelép a bal lábával, elsodrom pocakkana. Oké, elsodrom pocakkana. Mi a piros lap? EA Sports Kanada. Tehát, hogy a valóságban a szándékot. Mi ez? Tehát ez semmi szándékosság nem volt. Ez melyik életben? Tehát, hogy bármilyen bírót kérdezzünk már meg, hogy ez hol? Ebben mi a piros lap? Nem értem. Hát igazából meg vagyunk, csak én már nem terveztem amúgy olyan nagyon extra dolgokat, ezt az Icardit szerettem volna kipróbálni, ez a stream, nekem ez erről szólt, ami meg is történt, és hát így akkor a stream végére azért egy ilyen összegzést. Tetszik a kártya, a statokból szerintem teljesen egyértelmű, meccsenként közel 2 gólt vállal, ez mind Division Rivals, Elite-ben, tehát hogy jó, hát Elite, amúgy nem voltak Elitek az ellenfelek, de amúgy Elite-ben, jó lap amúgy, ha nem a Van Dijk-ot állítják le fejeseknél, meg a Niakatét, akkor amúgy nagyon jó, jobb a balla nagyon jó, nem kell vele cselezgetni, olyan nagyon extrán forgolódni se,
de amúgy azt is tud, úgy, ahogy kapu előtt életveszély a pali. Jó, ez, nagyon tetszik ez a kártya, messzivel izé, hyperlink, az Ola helyett az Uribe teszem, akkor is tízesek mind a ketten, szóval. Ja, úgyhogy... és ahhoz képest 200 ezer coinért egy ilyen kártya maxi megéri szerintem. Van a klubodban egy-két fodder, akkor meg azt a pláne. Úgyhogy, ja, én élveztem chat ezt a lapot. Eltávozok már a tőletek. Holnap nem biztos, hogy... Jó éjszakát, srácok, köszi mindenkinek a mai részvételt, figyelmet. Sziasztok, pusz.